Lapozzatok el velem együtt ma este a Bibliában a 66-os Zsoltárhoz. Nagyon izgatott a szívem ezzel a héttel kapcsolatban, és úgy hiszem, hogy az Úr segíteni fog nekünk. Ez a növekedés hete, és hiszem, hogy az Úr vezetett minket erre. Mert mi hisszük, hogy Isten a növekedés Istene, mert a Biblia ezt mondja. Az Új Szövetségben többször is elmondja, hogy Isten a növekedés Istene. Ő nem a visszafejlődés Istene, vagy nem az ugyanolyan maradoknak az Istene, hanem ő a növekedés Istene. És persze ez magába foglalja a pénzt, az anyagi dolgokat, de magába foglalja a fontosabb dolgokat is. Ez magába foglalja Isten ismeretének a növekedését. Magába foglalja az igazság kijelentését, amely téged szabaddá tesz. A kenet növekedését, a bölcsesség növekedését, a megértés növekedését, ugye? Minden jó dolognak a növekedését, vagyis Istennek a növekedését. Ezért ne ragadj le egy területen, ne hidd azt, hogy mi csak az anyagi növekedésről beszélünk. Erről is beszélünk, de nem csak erről. Legyünk nyitottak a szellemünkben, de mi Isten akaratát kívánjunk az életünk minden területén, és tudjuk, hogy ez a növekedés. És Uram, beszélj, szólj hozzánk minden területen, amely a te tetszésedre van, amelyben növekednünk kell. Tehát ezért imádkozunk ma este, ebben árasztjuk ki a hitünket. Atyám, köszönjük neked nagyon a te jóságodat és a te hűségedet. Micsoda jó Isten vagy te. Ezért bemutatjuk magunkat neked ma este, mint a te néped, és köszönjük a lehetőséget, hogy megtarthatjuk ezt az alkalmat, és rád tekintünk, tudjuk, hogy önmagunkban nem vagyunk elegendők, hanem mindannyian rád tekintünk, a mi szemeinket rád szegezzük, és azt mondjuk neked, hogy mutasd meg nekünk, mit tegyünk. Adj nekünk szemeket, amelyek látnak, füleket, amelyek hallanak, és olyan szíveket, amelyek nyitottak és megértőek. Adjál nekünk kijelentést a te igazságodról, és mondd pontosan azt, amit szeretnél. Tedd azt, amit szeretnél, meghalljuk, és reagálunk rá, elfogadjuk, és a te kegyelmed által megtesszük, mert mi az ige cselekvői vagyunk, nem csak hallgatói. És áldottak leszünk, ahogy ezt megtesszük. Jézus nevében, amen. Mondd ki hangosan, hogy a cselekvő vagyok, cselekvő vagyok, cselekvője vagyok Isten igéjének. Tehát, Zsoltárok 66, ott vagytok? A kijelentés és a kiejtés az alkalmak során nem csak a prédikátortól függ. Ez egy összevont dolog, ezért együtt kell Istenben hinnünk. Ugyanúgy, ahogy az előző imánkban megtettük, kiárasztottuk a hitünket együttesen. Elvárod, hogy az Úr szóljon hozzád? Téged nem korlátoz az, amit én tudok. Nagyon korlátozott lennél akkor, hogyha arra lennél csak utalva, amit én tudok. A mi tanítónk az nem ember, Isten embereket használ, de a mi tanítónk a Szent Szellem. És ő tud neked olyat mondani, amit én nem mondtam. Tud neked olyat mutatni, vagy olyat mondani arról, ami elhangzott, vagy az elmédet beállítja a megfelelő irányba,
és eljutat téged egy bizonyos helyre, és Isten egy szempillantás alatt meg tudja válaszolni azt a kérdésedet, amely már évek óta foglalkoztat téged. Meg tudja oldani egy szempillantás alatt azokat a dolgokat, amelyekkel már régóta küszködsz. És hogyha te ezt elvárod, és hited van ebben, akkor Isten megteszi. Mondd ki hangosan, hogy valami jót kapok ma este. Hallani fogok az Úrtól ma este, és elfogadom. Tehát Zsoltárok 66. Tízes vers. Mert megpróbáltál minket, ó Isten, megtisztítottál, amint tisztítják az ezüstöt. Hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat. Ha megnézed a történetet, ez azért volt, mert ők engedetlenek voltak. Azt mondja, hogy embert ültettél fejünkre, tűzbe, vízbe jutottunk, de te kihoztál bennünket bőségre. Dicsőség. Hallgassatok meg az NIV fordítást. Vízen és tűzön keresztül mentünk, de te kihoztál minket egy bőséges helyre. Az új King James azt mondja, tűzön és vízen keresztül mentünk, tehát te kihoztál bennünket egy gazdag beteljesedésre. Egy gazdag beteljesedésre. Az élő Biblia azt mondja, keresztül mentünk tűzön és vízáradaton, de végül kihoztál bennünket gazdagságra és bőséges bőségre. Én ezt nagyon szeretem. Azt mondja itt az ige, hogy keresztül mentünk bizonyos dolgokon, de végül is kihoztál bennünket egy bőséges helyre. Egy másik fordítás azt mondja, hogy vízzel bőségesen ellátott, és bőségesen ellátott helyre. Ez a szó, amelyet itt használ az ige, hogy a bőség, vagy a bőséges hely, ugyanaz, mint a 23-as Zsoltárban, ahogy az angol fordítás mondja, hogy csordultig, túl csordulásig van az én poharam, hogy kifolyik a pohárból. Ugyanaz a szó, hogy az én poharamból kicsordul az, amit beleöntesz. Tehát Istennek van számunkra egy hely, amely a bőségnek a helye, a túlcsordulás helye. És itt beszélt az ige arról, hogy megpróbáltattunk, bizonyos próbákon mentünk át, kihívásokon, és én is, a feleségem Phyllis is, keresztül mentünk bizonyos dolgokon együtt, és te is gondolom, de hányan hiszitek, hogy nincs vége addig, amíg vége nincs? És ha nem adod föl, és nem hagyod abba, már mondtam, tudom, de még egyszer elmondom, hogy én is, a feleségem nem nőttünk fel gazdagon. És még azután is, miután összeházasodtunk, és a szolgálatba beléptünk, anyagilag tönkrementek voltunk. És én ez alatt azt értem, hogy olyan szegények voltunk, hogy nem volt elég pénzünk arra, hogy tudjunk tankolni. Elmentél volna, hogyha lett volna benzin a kocsidban. Mm-hmm.
És emlékszem rá, hogy egy nap, mikor visszajöttünk a Biblia iskolából, hazamentünk, és kinyitottuk a hűtőt, és nem volt benne más, mint pár darab száraz répa, és egy darab hagyma. Ez volt minden. Ez volt minden. És tudod, tudjuk, mit jelent a szegénynek lenni. És hónap-hónap után, év-év után így telt el még a szolgálatban is. És emlékszem rá, hogy egy este csak ráestem az ágyamra, és sírtam, és mondtam, Uram, tudom, hogy nem ez a Te akaratod. Tudom, hogy ez nincs a Te tetszésedre. Tisztán látom az igédből, hogy nekünk gyarapodnunk kellene. Áldottnak kellene lennünk. És tudom, hogy ez nem a Te hibád. Légy irgalmas. Ha amit nem tudok, taníts meg nekem. Amit nem értek, azt jelents ki nekem. Bárki a szolgálatban, akivel összetudnál engem kapcsolni, hogy segítsen nekem ezt látnom, és tanítani tud engem olyan emberek, akik erről többet tudnak, mint én. Légy irgalmas velem. A Biblia azt mondja, hogy ha te teljes szívedből segítségül hívod az Urat, mi fog történni? Ő meghallgat téged, ugye? És megválaszolja a kérdésedet. És ő megtette. Ó, Isten olyan hűséges, ő megtette. És nem három nap alatt történt ez a változás az életünkben, de úgy tűnt, hogy az elkövetkezendő öt évben minden nap Isten tanított nekem valamit a gyarapodással kapcsolatban. Olyan dolgok, amiket már tudtam, de nem tettem meg. Nem gyakoroltam ezeket a dolgokat. És elmondom nektek, hogy a feleségem és én hosszú-hosszú beszélgetéseink voltak, és elkezdtünk változtatni a dolgokon. Összetettük a pénzünket és a mindenünket, amink volt az asztalra, és lelkiismeretesebben tettük ezeket a dolgokat. És átbeszélgettük, hogy mi az, amit teszünk, és mi az, amit nem teszünk. És az Úr megmutatta, hogy őt helyezzük az első helyre. És elkezdtünk lefizetni az adósságainkat. És nem költöttünk annyit, nem mentünk le az adósságba ismét. Sok ilyen dolgot tettünk, és sok mást, és nem történt egy éjszaka alatt ez a változás. De ahogy most visszatekintek arra az estére, amikor ott sírtam Isten előtt az ágyamon, Isten elkezdte megfordítani a helyzetünket. És hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre, mondom nektek, hogy nem ott vagyunk, ahol lenni szoktunk. Isten szó szerint kihozott bennünket a bőségre, a bőséges helyre. És én hiszem, hogy ennél még sokkal előbbre visz minket Isten, de mondom nektek, hogy már most áldottak vagyunk. A te beteljesedésnek a helyén vagyunk, a megelégedettség helyére érkeztünk el. A bőségnek a helyén vagyunk, és innen ez még csak tovább gyarapodni fog. Hányan hiszitek, hogy Istennek számodra is megvan ez a bőséges helye? Isten minden egyes gyermeke számára elkészítette ezt a helyet. A bőségnek a helyét. A gazdag beteljesedésnek a helyét. Mondd ki hangosan, Istennek van számomra egy bőséges helye az én családom számára. Istennek van egy bőséges helye és gazdag beteljesedésének a helye. És ez mind számomra van. El kell határoznod, hogy ez számodra van. És nem fogsz addig, nem fogod addig abba hagyni a dolgokat, amíg el nem érsz oda. Addig nem adod föl. Ez nem a szelídek számára van, nem a visszafogottak számára van, azok számára, akik elbátortalanodnak, hanem a hitedet igenis ki kell nyújtanod, és a hitáddal ki kell jelentened, hogy addig nem hagyod abba, amíg nem látod ezt a helyet, amíg nem érsz el oda.
És az igében azt olvasod, hogy igen, keresztül mentünk tűzön, áradaton. Sokan azt hiszik, hogyha te hitáltal élsz, akkor nem lesznek kihívások az életedben. Ezt nem tudom, honnan szedték. A Biblia nem mondja neked, hogyha te hitáltal fogsz élni, nem lesznek kihívások az életedben. Hanem a hitéletnek az ígérete az, hogy győzedelmes leszel minden egyes alkalommal. Győzedelmes leszel, győzni fogsz. De ez nem azt jelenti, hogyha te győzedelmes leszel, hogy nincs semmi, amit legyőzzél. Mert hogyha neked valamit le kell győzned, akkor leszel csak győzedelmes, nem? Tehát legközelebb, hogyha látsz egy magas dombot magad előtt, vagy egy kihívást, akkor csak kiálts fel és mondd azt, hogy dicsőség Istennek, ez még egy lehetőség számomra, hogy bebizonyítsam Isten igéjét. Még egy lehetőség Isten számára, hogy dicsőséget vegyen az én életemben. Amen. És az ördög próbálja lefesteni neked, hogy milyen hatalmas dolog ez, milyen nehéz. És mondd azt nyugodtan az ördögnek, hogy jobb, hogyha könnyebbé teszed magad számára ezt a dolgot, mert minél nagyobb a probléma, annál nagyobb lesz a bizonság is. Ugye? Igen, szeretnéd, hogyha nekem ez nehezebb lenne, vagy nehezebbé akarod tenni ezt a dolgot számomra, ördög? Akkor tudod, mi lesz? Még nagyobb dicsősége lesz ebből Istennek. Mert ő, Isten ezt meg fogja fordítani. Ezt jelenti több, mint győztesnek lenni. Nem csak egy győztes, hanem több, mint győztes. Győzöl, és ez nem a vége, hanem odavágod az ellenség elé, hogy egye meg, amit meg kifőzött. És az ellenség azt fogja kívánni, bárcsak soha nem kezdett volna ki veled. Ezt jelenti a több, mint győztesnek lenni. Kenneth Hagin testvér, az én hitbéli atyám, akit szolgálhattam hosszú évek során. Koraszülött volt, és el akarták őt temetni, de találtak benne egy kis életet is. És azt mondták, hogy 16 éves koránál többet úgyse fog megérni. Egy deformálódott szíve volt, a mellkasával voltak gondok, gyógyíthatatlan vérbetegsége volt, és de Isten megragadta őt, és kijelentette számára Márk 11:23-at és 24-et, és ő elhitte, hogy elfogadta az ő gyógyulását, és Istennek az ereje jött rá abban a kis hálószobában. És bénult volt ugyan, de meggyógyult, és arról a helyről gyógyultan ment el, és Isten igéjét hirdette. 60-valahány évig. Halleluja. És nem csak úgy meggyógyult, hanem az ő a bizonysága és az ige az egész föld golyón keresztül ment. Az egész földgömbön keresztül ment. És millió könyvet adott el, kazetták a tanításokat. Hányan gondoljátok azt, hogy az ördög most már azt kívánja, hogy bárcsak valaki olyanra helyezte volna ezt a betegséget, aki meg is halt volna tőle. De nem csak, hogy meggyógyult, hanem 65 évnél is tovább élt és prédikált, és az ördög nem volt elég nagy ahhoz, hogy őt meg tudja ölni. És
És Isten meggyógyította őt, de nem csak ez, hanem rajta keresztül elmondta nekünk is, hogy hogyan tudjuk elfogadni a gyógyulásunkat, és hogyan tudunk gyógyultak lenni. És hányan tudjátok, hogy az ördög azt gondolja magában, hogy bárcsak ne tettem volna ezt. Miért tettem én ezt a betegséget rá? És veled is így kellene, hogy legyen az ördög, és meg kell tőle kérdezned, biztos meg akarod ezt velem tenni? Látom, mit akarsz tenni, tényleg ki akarsz velem kezdeni? Biztos vagy benne? Mert én majd megetetem veled ezt az egészet. Nem adom föl, és mindaddig, amíg lélegzem, és amíg ez a föld kering, Isten a trónon ül, állni fogok, és Istenben fogok hinni, ezért te a rossz emberrel kezdtél ki. Mert győzni fogunk, és győzedelmeskedni fogunk. És aztán mindenkinek elmondjuk, hogy mennyire képtelen voltál ezt megtenni. És ők majd látni fogják a mi életünkben, hogy Isten ezt értük is megteszi. Amit értünk, megtett. Megeteted az ördöggel azt, amit kifőzött, mert több, mint győztes vagy. És ez egy hit válasz. Amikor rossznak tűnik a helyzet, amikor úgy tűnik, hogy tűzön és vízen keresztül kell menned, és a sáron keresztül, ahelyett, hogy síránkoznál és sajnálnád magadat, fölnézel és azt mondod, hogy ördög, nagyon elvétetted, nagyon elrontottad ezt a dolgot. Ó, bizony. Mert mi több, mint győztesek vagyunk. Győztesek vagyunk. Istennek megvan számunkra a bőséges helye. Mondd ki hangosan, hogy bőséges hely. Istennek van számunkra egy helye, a bőség helye, a gyarapodás helye, a siker helye, a beteljesedés, a megelégedettség helye. Minden egyes gyermeke számára Isten elkészítette ezt a helyet. Szomorú az, hogy sokan nem itt vannak ezen a helyen, hanem a szegénység helyén, a szükség helyén. Újjászületett gyermekeiről beszélek Istennek, akik üdvözültek már. Szeretik Istent, de fáj ez nekik, mert évtizedeken keresztül a szükség helyén vannak. Én és Phyllis is éveken keresztül a szükségnek ezen a helyén voltunk. A képtelenség helyén, amikor ülsz egy alkalmon és szeretnél adni az adományba valamit, de nincs semmit. Valaminek szeretnél a részévé válni, de nincs semmit, nincs képességed. Ez egy átok. Azt mondtam, hogy ez egy átok, ez nem egy áldás. És azt mondod, hogy lehet, hogy Isten valamit munkál benned. A szegénységen keresztül tanít téged. Nem. Én voltam szegény. És mindössze annyit tanultam meg, hogy milyen kényelmetlen is az a dolog. És csak azon voltam, hogy ebből kijöjjek. És ezt tanultam, hogy ki akartam belőle jönni. És kijöttem belőle, és tudom a különbséget. Jobb az, hogyha van, mint hogyha nincs. Mint ha nem lenne semmit. Áldottnak lenni jobb, mint átkozottnak lenni. A bőség olyannyira jó, sokkal jobb, mint a szükség, a hiány. És a bőség az dicsőséget ad Istennek az életedben. A szükség nem az szerez dicsőséget Istennek. Ugye?
Az emberek látják azt, hogy az Úr mit tett velünk itt pár év leforgása alatt. A tévé, a területek, a földek, amiket Isten nekünk adott, a szolgáltatások, a szolgálatok, és ezt nem tudod megtenni, hogyha szükségben van vagy. És nem siránkozunk, hogy jó, nincs elegem, nem, nincs elég pénzem, nem tudom miért nincs elég ebből meg abból, hanem kiárasztod a hitedet a bőségre. Egyszerre a gyógyító iskolában hozzám jött egy ember, és azt mondta, hogy mi ezt nem hirdetjük úgy a gyülekezetünkben, ahogy ti. És azt mondtam, hogy oké. Azt mondja, mi nem hiszünk ebben. Nem látunk gyógyulásokat, soha nem láttam egy gyógyulást. És azt mondtam, hogy ugye milyen érdekes. Azt mondtam neki, hogy mi prédikáljuk a gyógyulást. És mi hiszünk a gyógyulásban. És vannak is gyógyulásaink. Nagyon-nagyon sok tanúbizonságunk volt a gyógyulásról. És azt mondtam, hogy ti nem hirdetitek, nem hisztek benne. Ezért nincs is nektek. Azon tűnődöm, vajon van-e itt összefüggés a kettő között? És ő rám nézett, és azt mondta, hogy jó van, te kis okostojás. Próbálsz csak okoskodni. De a Biblia ezt mondja, ugye? A Biblia nem azt mondja, hogy jelek és csodák követik a nem hívőket. Vagy jelek és csodák követik azokat, akik nem hirdetik ezt. Ugyanez az igazság a gyarapodással kapcsolatban is. Vannak emberek, akik igencsak csúnya szemmel néznek rám kint a parkolókban, találkoznak velem ez miatt, és volt egy ember, akiről azt hittem, hogy bizony nekem esik azon nyomban. Mert azt a szót használtam, hogy gazdag. Arról beszéltem az alkalom során, hogy gazdagnak lenni, és azt mondta, hogy ez így nincs rendben, ez egy nagyon rossz tanítás. Azt azt mondtam, hogy testvér, ez a szó benne van a Bibliában, hogy gazdag. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak a kegyelmét. Aki gazdag lévén szegényé lett, érettünk. Hogy mi az ő szegénység által gazdaggá lehessünk. A szellemben ugyanolyan gazdagok vagyunk, mint ahogy igazak is vagyunk. Hányan tudjátok, hogy az ő sebei által, sebeivel gyógyultatok meg, múlt idő. És ennek nincs köze ahhoz, hogy hogyan érzed magad, vagy hogyan nézel ki. Ez igaz, függetlenül attól, hogy hogyan nézel ki. Gyógyult vagy nem. És hogyha igen, és ha hiszel ebben is, hogyha ragaszkodsz ehhez, ez meg fogja változtatni a testedet. Nagyon sokan nem tanulták meg viszont azt, hogy ugyanez az igazság a gyarapodással kapcsolatban is, hogy ugyanannyira vagyunk gazdagok, mint ahogy gyógyultak vagyunk. Ugyanabban a megváltásban ő beteggé vált a mi betegségeinkkel, és meggyógyultunk az ő sebei által, ugyanúgy a mi szegénységünkkel vált ő szegényé, hogy mi gazdaggá lehessünk. És az ő szegénysége által gazdaggá tétettünk. Mondjuk ki hangosan, hogy gazdag vagyok. Gazdag vagyok. Hányan értitek, hogy igazzá tétettetek? Lehet, hogy nem érzed magad igaznak, lehet, hogy nem is úgy nézel ki, de Isten akkor is igazzá tett téged, elvette a te bűnödet, és igazzá tett téged. Az ő igazságával. Igaz vagyok, gyógyult vagyok, és gazdag vagyok. Mindegy, hogy nézek ki, mindegy, hogy érzem magam. Higgyed ezt, cselekedjél, és várd el.
És amikor ezt megteszed, az elkezdi az életedet megváltoztatni. Elkezded magadat úgy érezni, és úgy is fogsz kinézni. Isten azt mondta, hogy elkészített számunkra egy bőséges helyet, és kihozott bennünket a bőségre. Erre a gazdag bőségre. Az első dolog, amiről beszélni szeretnék, az, hogy neked megvan az elrendelt bőségednek a helye. A bőséges helyed. Mindenki mondja hangosan. Istentől elrendelt gazdag hely. Neked van egy Istentől elrendelt helyed. A bőség helye, a gazdagság helye. Menjünk el az Abcsel 17. fejezetére. Istennek van egy terve. Mielőtt még megszülettél volna. Istent soha nem érte meglepetés. Hiszitek ezt? Néha az emberek azt mondják nekem, hogy én csak ilyen véletlenszerűen jöttem a világra. Az én szüleim nem igazán számoltak velem. Ezért nem is tudom, hogy élnem kellene, vagy sem. Hát, nagyon szűk látókör ez. Tudod, mi történt? Megfogantál az édesanyád méhében, és azt hiszed, hogy az történt, hogy Gábriel azt mondta az atyának, hogy oh-oh, hát ezek meg honnan jöttek? És az atya azt mondta, hogy hú, hát most mit kezdünk velük? Majd valami lesz velük. Viccelsz? Nem. Hallasz ostoba dolgokat. Magazinokban, a tévében, hogy Isten hibát követett el. Hallottál már ilyet? Isten hibát követett el velem. Hibát követett el velem. Igazából egy asszony vagyok egy férfi testben. Igazából egy férfi vagyok egy asszonyi testben. Hát ez meg hogy történt? Az emberek ezt hiszik, és jó van, rendben van, te ezt hiszed. Hogy történt ez veled? Azt gondolják az emberek, hogy van egy hosszú sor a mennyben, ahol a szellemeket a testekkel összekapcsolják. És lehet, hogy egy kora hétfői reggel volt, és az angyalok nem figyeltek oda, mit csinálnak. És a minőség ellenőrzés az is nem volt a helyén. És a végén pedig azt mondják, hogy ó, hát most egy férfit tettünk egy asszonyi testbe. És azt mondja a másik angyal, ó, hagyjad, hagyd menjen. Az emberek hiszik ezt? Miért? Hogy történt ez? Nem, az ördög zavarta össze az embereket. Nagyon sokféleképpen összezavarta az embereket, sok területen. Isten nem követett el hibát veled, és nem csak egy véletlenszerű vagy. Lehet, hogy a szüleidnek meglepetés voltál, de Isten számára nem voltál meglepetés. Isten tudta, hogy jössz. A világ megalapítása előtt tudta már. És volt egy terve számodra, még mielőtt megszülettél volna. És Isten belefoglalta ebbe a tervbe azt a helyet. Egy helyet számodra, ahova beilleszkedsz, ahova beillesz, ahol te virágozni tudsz, ahol te gyarapodni tudsz. Egy bőséges helyet, egy bőséges helyet. Abcsel 17, ott vagytok?
Ugye jól érezzük magunkat. Tehát Abcsel 17. 25-ös vers. 24-essel kezdjük. Vigyáznom kell, nehogy véletlenül a Teremtések könyvénél lyukadja ki, mert mindez nagyon jó. Tehát az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van, mivel, hogy ő mennyinek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Hol lakozik Isten? Bennünk. Mi vagyunk Istennek a templomai. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék. Holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Hányan ismeritek el, hogy Isten adja minden egyes lélegzetedet? Ő adja minden egyes szívdobbanásodat. Ezért most ebben a pillanatban köszönd meg neki. Uram, köszönjük neked. Nem csak azt, hogy megteremtettél minket, hanem köszönjük, hogy megtartasz minket. Minden pillanatban, minden másodpercben köszönünk neked minden egyes szívdobogást, minden lélegzetvételt, és neked adjuk a dicsőséget, és elismerjük, hogy teljesen tőled függünk. Köszönjük neked. Köszönjük a te hűségedet. És értsétek meg a 26-os versben. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Hogy lakozzanak a földnek egész színén. Meghatározván előre rendelt idejüket, és lakásuknak határait. Isten előre meghatározta, és elrendelte, hogy neked hova kell menned, mit kell tenned, hova illesz be, mivé kell válnod? Igen, igen. Hallgass meg a bővített Biblia fordítást. Egy eredetből, egy közös eredetből, egy közös vérből teremtett te az egész, az emberiségnek az összes nemzetségét, hogy elhelyezze őket a földnek a színén. Hallottatok már olyanokat, akik arról beszélnek, hogy ázsiai vér, fekete vér, fehér vér, benszülött amerikai vér. Ez olyan, mintha sok-sokféle vér létezne. A rasszizmus az egy tudatlan dolog. Máshogy bánni valakivel csak azért, mert a bőrük színe más. Ugyanolyan, mintha valakivel máshogy bánnál csak azért, mert a hajszíne más, mint a tiéd. Ugyanaz. Nem én választottam meg az én bőrömnek a színét, és te sem. És mivel nem én választottam meg, és te sem választottad meg, ezért nem szabadna, hogy túlságosan büszke legyél rá, vagy hogy szégyelned kelljen azt. Ugye? Egyik sem helyén való, mert nem te teremtetted, és nem te választottad. Azok az emberek, akik a legnagyobb rasszisták, azt kívánom, bárcsak ki tudnák nyitni a szemüket, és meglátnák, hogy honnan is jönnek ők. Ki az ők apjuk, vagy az anyjuk. Hogyha te előítéletekkel rendelkezel, akkor előítéleteid vannak a te őseid irányába is. Mert mindannyian visszavezethetők vagyunk egy vérre. Ugye? Egy vér. És azt mondod, hogy ó, nem, bennem nincs az a vér.
igenis ott van benned. Mert mindannyian egy vérből vagyunk. Mondjuk ki hangosan, egy vér. És azt mondod, ó, bennem ilyen vér van, olyan vér van, egy vérből vagyunk. Egyből. A rasszizmus tudatlan dolog, és igen, kimondom hangosan, tudatlan. Vannak jó fehér emberek, és vannak kevésbé jó fehér emberek. Vannak jó fekete emberek, és kevésbé jó feketék. Vannak jó ázsiaiak, és kevésbé jó ázsiai emberek. Az, hogy milyen színű a bőröd, honnan származol, nem tesz téged jóvá vagy rosszá, hanem az, ami benned van. Mindannyian egy vérből származunk. Még egyszer mondjuk ki, együtt hangosan, hogy egy vérből származunk. Ez nem csak az én véleményem. Ez Isten igéje. És tovább folytatja. Egy közös eredetből, egy közös vérből teremtette az összes nemzetséget. Tehát fizikai értelemben mindannyian testvérek vagyunk. Ugye? Mindannyian egy vérből származunk. És azt mondja, hogy meghatározta az előre elrendelt idejüket, és az ő lakhelyüknek meghatározta a határjait. A határait. Az NIV azt mondta, hogy Isten meghatározta azt az időpontot, amikor élniük kell, és azt a helyet, ahol lakniuk kell. Hallottad ezt? Tehát van oka annak, hogy miért különböző nemzetek és törzsek különböző helyről származnak a világban. Most már nagyon össze vagyunk keverve, ugye, globálisan a sok-sok utazgatások miatt. Az emberek azon tűnődnek, hogy az űrutazásokat vajon milyen messzire tudják még vinni, és megmondom neked, amennyire az Úr majd engedi. Mert az Úr már ezt előre elrendelte, eltervezte. Meddig megyünk még tovább abban, hogy vizsgáljuk a Földet, és hogy milyen dolgokra jövünk még rá. Ez mind az addig lesz, amíg azt az Úr elrendelte, és azt nem fogjuk tudni túllépni. És ezért neked és nekem előre elrendelt helyünk van, ahol lennünk kell, és ahol működnünk kell. És valaki mondja, hogy két testvér, te hiszel az előre elrendelt sorsban, és azt mondom, hogy igen, de ugyanakkor hiszek abban is, hogy van szabad akarat. És mit értesz ez alatt? Vagy hiszem azt, hogy mielőtt te és én még megszülettünk volna, Isten előre elrendelte, hogy kiknek kell lennünk, mit kellene tennünk, hol kellene élnünk, hol kellene működnünk, és hova kellene kapcsolódnunk, de azt is hiszem, hogy élhetsz és meghalhatsz, és soha nem teszel abból meg semmit. Hallottad? Miért? Mert Isten nekem és neked szabad akaratot adott. És annak ellenére, hogy ő ezt előre eltervezte, elrendelte, Isten megengedi neked, hogy megtedd azt, amit szeretnél. Megválaszthatsz, hogy valami más teszel. Választhatod azt is, hogy elmész egy másik irányba. Hagen testvér, az én hitbéli atyám azt mondta, hogy
már 13 éve körülbelül pásztori szolgálatot töltött be, és volt egy megtapasztalása az Úrral, és látta az Urat, és az Úr azt mondta neki, hogy ha most valami megtenne, akkor most lép be a szolgálatának az első fázisába. És azt gondolta magába, hogy Uram, már 13 éve a szolgálatban voltam, és az első szakaszába most lépnék bele. És azt mondta, hogy az Úr elmondta neki, hogy sokan az én szolgálóim közül élnek és meghalnak, és soha nem lépnek bele, még csak az első fázisába sem, annak, amire elhívtam őket. És ez az oka annak, amiért sokan fiatalon meghalnak. Idő előtt. És persze ez nem csak a szolgálatokra vonatkozik, hanem Istennek bármelyik gyermekére. Az emberek megrövidülnek ezáltal, hogy nincsenek Istennek a tökéletes akaratában. Nincsenek az ő helyükön. Nem gondolom, hogy tudatosítottuk volna azt, hogy milyen komoly dolog az, hogyha nem vagy a helyeden. Nagyon komoly, nagyon veszélyes. Mert hogyha te nem vagy a helyeden, és nem kerülsz be a helyedre, és ezt sokáig így húzod, a sokba fog neked kerülni. Mert ez levághat éveket az életedről. Levághatja az áldásokat az életedről. Korlátozni fog téged, és megcsonkít téged. Hányan értitek, hogy Isten nem tudja ráthelyezni az ő áldásainak a teljességét a te tervedre, ami nem az ő terve? Lehetnél-e ugyanolyan áldott, hogyha a saját kis dolgaidat teszed, mint hogyha azokat tennéd, amiket ő elrendelt a számodra? Nem, ez így nem lehet. És mégis az embereknek a milliói csinálják a maguk kis dolgait, milliók, akiket Isten a megfelelő helyre tett be, és elhagyták a helyüket, mert megbotránkoztak valamin. Vagy büszkeség miatt. Vagy más dolog miatt kiugrottak a helyükről, és csak úgy lebegtek össze-vissza. Nem voltak sikeresek, nem voltak elégedettek. Hányan értitek, hogy év után mész, és hogyha nem növekedsz, akkor visszafelé mész. Akkor csökkensz. Amikor év után vagy, és úgy érzed, hogy szinte nem teszel semmit, és nem azt teszed, amit kellene, és nem vagy boldog, és nem vagy megelégedett, nem vagy elégedett. Hányan értitek, hogy föl kellene ébredned, és azt mondanod, hogy valami nincs a helyén, valami nincs rendben? Biztosan a rossz irányba megyek, ugye? Mert hogyha te Isten akaratában vagy, akkor ott lesz az áldás, amikor a helyeden vagy, ott lesz a beteljesedés, ott lesz a fejlődés, és az elégedettség. Mindenki mondja hangosan, hogy a helyeden. És ez a hely a bőség helye. A bőség helye. A bőség helye. A bőség helye. A gazdag beteljesedés helye. Menjünk el még egy csodálatos igéhez. Az Efézusi levélre menjünk el. Mielőtt ide költöztünk volna Bransonba, az Úr foglalkozott velünk erről az igéről. Minden reggel felolvastuk hangosan, egy éven keresztül. Mert az Úr mindig visszavezetett minket erre az igére. Az Efézusi levél második fejezetében, a 8. vers. Azt mondja, mert kegyelemből tartattatok meg hit által,
és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Mielőtt még újjászülettél volna, volt-e Istennek terve számodra? Volt-e Istennek, voltak-e Istennél elkészített cselekedetek és dolgok, amelyeket számodra készített, hogy azokat megtett, és hogy én is megtegyem azokat? Hogy azokat megted, és ez nem azt jelenti, hogy ezeket automatikusan meg is teszed? Azt jelenti, hogy meg kell tenned ezeket? Nem. Van szabad akaratunk. Előre el voltunk rendelve, de senki nem kényszerít minket arra, hogy megtegyük. Hallgassátok meg a bővített Biblia fordítást. Ezt olvastuk minden napon, minden reggel egy éven keresztül, mert tudtuk, hogy valami változás jön az életünkben. És ilyenkor sajnálod azokat az embereket, akik nem hallgatnak Istenre, és nem engedelmeskednek neki, mert így soha nem tudják azt, hogy miről maradtak le. És azt mondod, hogy miről maradtál le, és nem tudod. És ez szomorú. Én nem akarok semmi jóról lemaradni. Nem akarok Istennek egyetlen áldásáról sem lemaradni. És nem kell félned attól, hogy elvéted, hanem engedelmeskedned kell Istennek, ha ő mond neked valamit. Hogyan vétik el az emberek a helyüket? Részletekbe bele fogunk menni, hogy az emberek miért nincsenek a helyükön, és hogyan tudnak eljutni arra a helyre. Hogyan tudnak eljutni a bőségnek erre a helyre, amiről az Úr beszél? Nem kell félned attól, hogy elvéted Isten akaratát. Ezt ne tedd meg. Az emberek úgy vétik el Isten akaratát, hogy tudják, mit kell tenniük, de megtagadják ezt. Visszautasítják. Így véted el Istennek a tervét. Amikor az ördög suttogja a füledbe, és azt mondja, hogy jó, mi lesz akkor, hogyha elvéted, nem hallod meg az Urat. Hallgass ide, ilyenkor a félelem fog téged visszatartani attól, hogy megkapd Istennek a tervét, és meghalld Istennek a hangját az életeddel kapcsolatban. Nem kell félned és aggódnod, Isten az Atya egy jó, Isten egy jó Atya, és ő nem próbálja elrejteni előled az ő akaratát. És Isten nem akarja, hogy keresztül kelljen menned sok-sok dolgon ahhoz, hogy rágyere arra, hogy mi is az ő terve valójában. Isten segíteni akar neked, és ő maga akarja, hogy eljuss arra a helyre. És ha te csak engedelmeskedsz neki, akkor Isten elvisz téged oda. Eljuttat téged oda. A probléma ott van, hogy amikor az emberek tudják, mit kellene tenniük, de úgy határoznak, hogy mégis valami más tesznek meg. Ez az, amikor eltávolodsz Isten akaratától, az ő tervétől, és kikerülsz a helyedről. Az Efézusi levélben a bővített Biblia azt mondja, Istennek a kéz művei vagyunk, Krisztus Jézusban újjá teremtve, újjá születtünk, hogy elvégezhessük azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Isten előre elrendelt, előre megtervezett számunkra. Hogy járjuk azokat az utakat, amelyeket ő az idők előtt elkészített. Hogy azokban tudjunk járni. Hogy éljük a jó életet,
amelyet ő előre elrendezett, és elkészített számunkra, hogy abban éljünk. Ez számomra úgy hangzik, mint a bőség helye. Élni azt a jó életet. Élni a jó életet. A magas életet. Ez Isten akarata? A bőséges hely. Jó cselekedetek. Huszonvalahány éven keresztül segítettünk Kenneth Hagennek a szolgálatban, és köszönöm ezt Istennek. De az utolsó években, mikor segítettünk, tudtam én is és a feleségem is, hogy egy változás jön, hogy az áthelyezés meg fog történni. Ugye az elején elhagytuk Mississippit, és elmentünk Tulsába, de most már tudtuk biztosan, hogy valami változás fog jönni. És Isten soha nem mondja el az egész történetet, persze. De eleget mutat számodra ahhoz, hogy meg tud tenni azt az első lépést. És ez hitet igényel. Úgy kell majd viselkedned, mint Ábrahámnak. Ki kell lépned, és menned kell. És nem fogod tudni azt, hogy hova mész, és mi lesz a vége. És nem fogod tudni, hogy fog megtörténni. És az oka annak, hogy az emberek miért nem jutnak el a végső helyre, mert félnek túlságosan is attól, hogy kilépjenek. Nagyon félnek attól, hogy elhagyják a biztonságos takarójukat, hogy elhagyják azt a pár dolgot, amit ismernek. És most, hogy visszanézek az életemre, tudom, hogy volt idő, amikor azt mondtam, hogy ez mindenem, amin van, és csak ennyit tudok. Nem akarom elhagyni ezeket a dolgokat. Nem tudom, hogy meg akarom ezt tenni. És most így évtizedek múlva visszatekintek, és azt gondolom, hogy hogy örülök, hogy elhagytam azokat a dolgokat, mert Istennek volt egy másik terve számomra, és hogyha ragaszkodtam volna az én kicsi kis biztonságos helyemhez, tudom, hogy elvétettem volna. Soha nem tudott volna Isten kihozni engem a szükség helyéről, és bevinni a bőségnek a helyére. Hajlandónak kell lenned, hogy bárhová kész vagy elmenni. Hajlandónak kell lenned ahhoz, hogy bármit el tudsz végezni. Hajlandónak kell lenned bármit magad mögött hagynod. Ugye? Ha nem teszed, akkor nem kerülsz be a bőségnek arra a helyére, amelyet Isten számodra elkészített. Isten azt mondta, hogy élni a jó életet, amelyet Isten előre elkészített, és elkészített számunkra, hogy abban éljünk. Volt még egy ige, amit az Úr abban az időben adott nekünk, és az a második Sámuel könyvében volt a 7. fejezetben. 2. Sámuel 7. Az Úr elvitt minket erre az igére. Már egyszer keresztül mentünk ilyen dolgon, amikor ki elmentünk Tulsába, hogy a Biblia iskolába menjünk. És ott akkor már nagyon jól megalapozottunk. És már kinőttük azt a helyet, ahol tartottuk az alkalmakat, és nagyobb hely után néztünk. És kerestük a helyünket. És mondjuk ki hangosan, hogy a helyünket. Kerestük, de nem találtuk meg ott. És nem csoda, mert a rossz államban néztünk utána. Olyan sokszor ez a
a gond, mert az emberek csak egy helyen nézik meg, a rossz helyen. Hadd mondjak nektek hogy mi egy nagyon nagy kulcsa annak, hogyan hallhatsz Istentől. Ahhoz, hogy tudjál hallani Istentől, az Úr elé kell menned, és el kell csöndesedned. De meg kell nyitnod a szívedet, tágra nyitnod a szívedet. És nem csak beszélj, hanem hajlandó legyél arra, hogy bármire hajlandó vagy. És bármit fontolóra fogsz venni, amit az Úr mutat neked. Hallottad? Legyél hajlandó arra, hogy meghallod a nemet valamivel kapcsolatban, amit szeretnél tenni. Legyél hajlandó, hogy meghalld azt, hogy menj valamivel kapcsolatban, ahová nem is akarnál te elmenni. Ha nem vagy hajlandó, és hogyha benned van a nem hajlandóságnak egy parányi kis része is, az akadályozni fog téged abban, hogy útmutatást kapj, és hallj Istentől. Mert a te szíved az a gond ebben a dologban. Tudod, én soha nem gondoltam arra, hogy valaha pásztor leszek, soha még csak eszembe se jutott. 15 éve már a szolgálatban voltunk, és elmentünk vakációzni. És egy tóparton voltunk, és megkérdeztem Filisztől csak úgy, hogy valaha már gondoltál arra, hogy pásztorkodni fogunk? És azt mondta, hogy nem. És azt mondtam neki, én sem. És befejeztük ezzel a beszélgetést. Ez volt az egész beszélgetés. És nem is beszéltünk róla mindaddig, amíg az Úr el nem kezdett velünk foglalkozni. Ezzel a dologgal kapcsolatban is olyan boldog vagyok, hogy milyen csodálatos Istennek a terve. És én megtanultam, hogy Isten okosabb nálam. És ő jobban tudja, hogy hova illek bele, mint az én kicsi kis dolgaim. Volt egy barátom, akivel iskolába jártam, és meg volt arról győződve, hogy ő evangélista, és befejeztük. Nem is foglalkozott nagyon a pásztorokkal, és azt mondta, hogy ó, hát nekik nincs valami világlátásuk a dolgokról, és ők csak a négy fal között elvannak, én egy evangélista vagyok. Ó, egy tüzet okádó, és tüzet lélegző evangélista. És vett magának egy sátrat, és ment, és hát volt némi sikere. És a következő dolog, amit hallottam róla, hogy az Úr azt mondta neki, hogy pásztornak hívta őt el. És kérdeztem tőle, hogy na csak, mi a fene? És az Úr adott neki egy csodálatos gyülekezetet, és olyan csodálatosan gyarapította őt. De mi lett volna akkor, hogyha nem lett volna nyitott e felé? Ó, én tudom, mi vagyok, én ez meg ez vagyok. Ajánlom, hogy kérdezd meg az Urat. És hogyha meg akarod találni azt a végső helyet számodra, akkor nyitottnak kell lenned. És mindenki mondja hangosan, hogy nyitott. Teljesen nyitottnak kell lenned, az Úr elé kell menned. És kinyitni a szívedet, és azt mondani, hogy Uram, hajlandó vagyok bármit megnézni. Hajlandó vagyok bármit fontolóra venni. És csak akkor tud Isten elvinni téged azokra a helyekre, amit azelőtt nem láttál. Amit azelőtt nem is vettél fontolóra. És rájössz arra, hogy mi volt az a sok minden, amit ő már tudott. Tehát a 2. Sámuelben, ott vagytok? 7. vers. We were in some meetings with
Emlékszem rá, hogy alkalmakon voltunk a Copelandékkal, és egy temetésen voltunk barátainknak a temetésén, és velük repültünk oda az ő repülőjükben, és visszafelé utaztunk. És Phyllis és én és Gloria együtt ültünk, és Billy Brim is ott ült, és együtt ültünk, és ők elkezdtek beszélni a helyről. És Miss Gloria elmondta, hogy hogyan történt az, amikor ők először meglátták azt a helyet ott Fort Worth, Texasban. Nem volt semmi pénzük, de tudták, hogy az az ő helyük. És hogy Isten természetfölötti módon odaadta nekik azt a csodálatos területet, és azt az épületet. És most pedig egy világméretű erőház Isten számára. De ők tudták, hogy fizikailag az ő helyük Fort Worth-ben van. És hogy az ő működésüknek a helye is a szellemi értelemben is ott volt abban a városban. És aztán Miss Billy is elkezdett beszélni arról, hogy hogyan gondolta ő azt, hogy az ő működésének a helye az Észak-Oklahomában lenne, de Isten őt is elhozta Bransonba. És hogy milyen boldog volt ott. És ez micsoda bizonság volt számomra és Fili számára. Azzal kapcsolatban, hogy Istennek megvolt az elrendelt helye, ahol lennünk kellett. És is elkezdtek velünk beszélni, és elkezdték nekünk mondani, hogy Istennek számotokra is van egy helye. És ez az igazság. És ez szó szerint megütött minket a szellemünkben. És rájöttünk arra, hogy annak ellenére, hogy ezen az egy helyen voltunk már 20-valahány éve, de rájöttünk arra, hogy valahogy nem igazán vagyunk beteljesedve ott azon a helyen. Nem vagyunk elégedettek azon a helyen, ahol vagyunk. Ezért teljesen erőssé vált az a szívünkben, hogy Isten számára, Istennek számunkra megvan a helye. A mi helyünk. Mondd ki hangosan, Istennek van egy helye a számomra. Az én helyem. És ez egy bőséges hely. Ez egy olyan hely, ahova beillesz, és amit Isten számodra teremtett. És ez nem csak fizikai, geográfiai hely, hanem szellemi is. Egy hely a testben, egy hely, ahol össze vagy kapcsolva emberekkel, egy olyan hely, ahova beleillesz, és ahol virágzol, ahol nagyon sok gyümölcsöt hozol, a te bőséges helyed, a bőségednek a helye, a gazdag beteljesedésednek a helye. És nem sokkal azután az Úr elvitt minket erre az igeversre. És emlékszem rá, amikor behívtuk ugye az alkalmazottainkat, és elmondtuk nekik, hogy el fogunk költözni, és egy másik helyre megyünk. És áldott legyen a szívük, mindannyian velünk jöttek. És azt mondták, hát mi is megyünk akkor. És azt mondtam, hogy nagyon jó, és mindannyian eljöttek, és olyan hűségesek. És az Úr ezt az igét adta nekünk. A 7. fejezetben a 10. vers. 2 Sámuel 7:10 azt mondja, helyet is szerzék az én népemnek. Hányan fogadjátok el ezt számotokra?
helyet is szerzék az én népemnek, Izraelnek. A mai nap az Új Szövetség minket Isten Izraelének nevez. És ott elplántálám őt, és lakozik az ő helyében. Kicsit jobban izgatottabbnak kellene lennetek. És lakozzék az ő helyében, az angolban úgy van, hogy egyedül lakozzék a saját helyén. És többé helyéből ki nem mozdítatik. És nagyon hiszem, hogy sokan az alkalmazottaim közül ezen az igeversen állnak. Mert az emlékezetembe idézték. Az a kevés idő, amit itt töltöttünk, már eleve úgy érezzük, hogy itthon vagyunk. Olyan, mintha már réges-rég itt éltünk volna, itt élnénk. De ha az Úr azt mondaná nekem holnap, nem, Kína a te helyed, akkor fölszednénk a dolgainkat, és elmennénk. És Isten törődne velünk, és gondoskodna rólunk, és minden rendben lenne. És ugyanez a helyzet veled is. Hajlandó vagy? Ez picit gyenge volt a válasz. Hajlandó vagy mindenkit és mindent magad mögé hagyni? Ha az Úr azt mondja neked? A valóság az, hogy sokan nem hajlandók erre. Nem hajlandók. Ragaszkodnak a dolgaikhoz, ragaszkodnak a házukhoz, ragaszkodnak a földjeikhez, az ő barátaikhoz, a családjukhoz, és nem hajlandók elmenni. Még akkor is, hogyha maga Isten szólna nekik, akkor sem hajlandók erre. Mindenütt történik ez a bolygón. És ez az oka annak, amiért az emberek elégedetlenek. Ezért van olyan sok bajuk, mert az ajtók tárva nyitva állnak az ellenség előtt. Nincsenek Isten tökéletes akaratában, nincsenek teljes engedelmességben. Ezért az ajtó nyitva van az ellenség előtt. Nem fejlődnek, és ezért érzik azt az elégedetlenséget. Ezért nem gyarapodnak úgy, ahogy kellene. Mert Isten nem tudja, és nem is fogja rád helyezni az ő tökéletes és teljes áldását arra, amikor engedetlen vagy. Az engedelmességet Isten nem tudja megáldani. Az engedetlenséget Isten nem tudja megáldani. És nem is fogja. Hallod-e, mit mond Istennek a szelleme ma este? Az első hatalmas lépés ebben a dologban, hogy hajlandó legyél. Hányan emlékeztek Ézsaiásra? Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, akkor eszitek a földnek a javait. És ez úgy hangzik számodra, mint a bőség helye? Hogyan kezded? Ha hajlandó vagy, mindenki mondja, hogy hajlandó. Ha csak ezt megértenénk, akkor már nagyon sokat mennénk előre. Az emberek beszélnek erről, de nem azok. Beszélnek erről, de hogyha valami közbe jön, olyan sok hűséges ember van velünk. Nagyon kevés a százalék most azokról, akikről beszélek. Az évek során voltak emberek, akik azt mondták nekem, ó, ki testvér, veled vagyok, bármire szükséged van. Isten elmondta nekünk, hogy itt legyünk. Itt vagyunk veled. Kitartunk. 2 hónappal azután. Valami közbe jött. És megkértem őket. Megtennéd ezt? És azt mondják, hát... Ez igazából nincs is a szívemben, hogy megtegyem. Nem igazán hiszem, hogy ez az én szolgálatom. Tehát engedetlen vagy. Nem is vagy hajlandó. És az emberek nem fedezik föl, hogy ez levágta őket arról, ami történik.
Nagyon sokszor az Úr foglalkozott velem azzal kapcsolatban, hogy tegyek meg dolgokat emberekért. Nem is tudták, hogy én már a szívemben eltökéltem magamat, hogy segítek nekik venni egy házat. De elmentek. És akkor mi történik? És azt mondtad, hogy miért nem mondtad nekik? Kérdezed. Mert nem az én dolgom lett volna ezt elmondani. A próbákon át kell menni. Meg kell, hogy próbáltassál. És éppen ezért az ellenség megkísérti az embereket. Azért, hogy haragra gerjedjenek, hogy megbotránkozzanak, hogy megsértődjenek, és hogy kimenjenek a helyükről. Miért? Mert le akar téged vágni. Azt akarja, hogy eltérj attól, az iránytól. És nem akar, hogy eljuss a bőségnek arra a helyére. Mert azon a helyen te Isten számára egy erőt képviselsz. Egy befolyásod van. Befolyásolod azokat, akik körülötted vannak. És ezért az ördög mindent elkövet, ami az erejében van, áll, hogy megtévesszen téged, hogy megsértsen téged, hogy megbántson téged, hogy megbotránkozz, hogy kiugorjál abból, amivé válnod kellene, hogy az összeköttetéseidet is teljesen levágja rólad. És mondd ki hangosan, hogy megtagadom ezt, és nem fogok elmozdulni. Elmegyek oda, ahová Isten mutatja, hogy menjek. Ott maradok, amit Isten mutat nekem. És Isten eljutat engem a bőség helyére. És ezt így is kell értened, mert meg leszel kísértve. Meg leszel kísértve, hogy kiugorja helyedről. Micsoda megtiszteltetés volt segíteni és együtt dolgozni Kenneth Hagennel. De tudod, a 20 év, valahány év leforgása alatt, igaz, itt-ott azért előfordult, hogy megvoltunk kísértve mi is. És nekem is volt rá nagyon sok lehetőségem, hogy elmenjek misszionáriusnak, elmenjek zenésznek, és nagyon sok meghívást kaptam az emberektől, hogy gyere, segíts ebben meg abban. És nagyon sokszor költöttem a pénzt ahelyett, hogy pénzt kerestem volna. De tudtam, hogy ott van a helyem Hagennél. Mert 20 évvel azelőtt az Úr adott nekem 3 szót. 3 szót. Segíts Hagen testvérnek. Ez volt az én szolgálatom 20-valahány éven keresztül. És valaki kérdezi, hogy hogyan hittél abban, hogy te a Réma Biblia iskolában egy tanító leszel. És azt mondom, hogy nem hittem ebben, nem gondoltam erre. Egy nap odajöttek hozzám, és hogy szükségünk van segítségre, és az Úr szólt nekem, hogy segíts Hagen testvérnek. Adjál kis üdvözlőkártyákat, köszönts az embereket az ajtónál, vezesd az autót, hozzá kenyeret, prédikálj számomra. Mindez. Segíts Hagen testvérnek, ugye? És tudom, hogy nem lennénk a bőségnek ezen a szintjén, ezen a helyen, hogyha nem maradtunk volna akkor a helyünkön. Mi lett volna akkor, hogyha 5 év után kiugrok onnan, ugyanilyen áldottak lennénk? De tudod, az emberek kiugranak. Olyan sokan kiugrottak. Az Úrnak az Úr mi voltja nagyon sok ember számára nem valóságos. Ha Jézus a te Urad,
akkor te nem hozod meg saját magad a döntéseidet abban, hogy mit kell tenned az életben. Mert ha ő a te urad, akkor te azt teszed, amit ő mond. És rutinból a keresztények elhagyják a munkahelyüket, új munkahelyre mennek, amikor kedvük van, akkor kezdenek el gyülekezetet, amikor kedvük van, és akkor változtatják, amikor úgy érzik, hogy... Hányan értitek, hogy vannak emberek, sokan, akik váltogatják a gyülekezeteket? Ugyanúgy, ahogy az inget reggel, minden reggel új inget vesznek föl. Úgy változtatják a munkahelyüket, úgy változtatják az élettársaikat is. Miért? Mert valami újat akarok. Ezek az emberek nincsenek Isten akaratában. Nincsenek az ő tervében. Nincsenek abban, amit ő választott számukra, amit ő rendelt el számukra. És ez a válasz a sok tengernyi problémára, és mindaz, amiük nincs, és mindaz, ami rosszul sül el az életükben, azért van, mert nincsenek Isten akaratában. Nem teheted a saját dolgaidat, és teljesen áldott lennél. Meg kell változtatnunk azt is, hogyan tanítjuk a gyermekeinket. Hallod, ahogy a szülők azt mondják a gyerekeiknek, ó, édesem, te olyan okos vagy, bármit meg tudsz tenni, bármit, amit akarsz, azt megtehetsz. Bármi lehetsz, ami csak lenni szeretnél. De ez nem így van. Ez nem igaz. Hallottad? Igen, mondd nekik, hogy okosak, de nem lehetnek bármi, amit csak ők szeretnének. Az nem az ő dolguk, hogy ők maguk döntsék el, mik akarnak lenni, hanem az ő dolguk az, hogy ők rájöjjenek arra, felfedezzék azt, amit már Isten elrendelt a számukra, hogy ők legyenek, mielőtt megszülettek volna. Csak így tudnak teljesen áldottak lenni, és így tudnak megelégedettek lenni. Lehet, hogy egy rossz karrier után futsz. Nem csak attól függ, hogy te mit akarsz tenni. Amikor a Réma Biblia iskolánál, amikor be kellett iratkozni a következő évfolyamba, és ki kellett választani, hogy mit akarsz csinálni, olyan volt, mint amikor a középiskolából ugye az emberek jelentkeznek az egyetemre, és azt mondják, hogy hát mi is akarok lenni. Azt hiszem, hogy pásztor akarok lenni. Az jó lenne. Ó, lehet, hogy evangélista. Ja, inkább leszek egy misszionárius. Ah, lehet, hogy ez leszek. Ez rossz gondolkodás. Nem a te dolgod az, hogy válasz valamit. Melyiket is választom? Azt Isten már eldöntötte, mielőtt megszülettél volna. Hiszed ezt? Látod ezt? Ez már előre el volt döntve. Ki volt választva számodra? Nem a mi dolgunk az, hogy mi döntsünk erről, hogy kik akarunk lenni, mit akarunk csinálni, hova akarunk menni. Ezt már Isten elhatározta számunkra. A mi dolgunk az, hogy ezt felfedezzük, amit Isten már elrendelt számunkra. És hogy addig ne menjünk vissza, amíg meg nem találjuk a helyünket. Amen. Fogod-e tudni azt, hogy mikor vagy a megfelelő úton? Igen, fogod tudni. Mert az áldások megteljesednek rajtad. Tü-tü. Jön az áldás autó a házad elé. Megállott. Ez egy belső vicce, sokan nem értik. If you're doing what you're supposed to be doing, if you're where you're supposed to be, we hear it all the time.
sokat hallod ezt a gyülekezetekben, de mi tudjuk, hogy azon a helyen vagyunk, ahol lennünk kell. Mi tudjuk ezt. És nagyon sokan közületek is érzik ezt. És olyan áldottak vagyunk, olyan sok áldás ért minket, áldás áldás után jön. Áldás áldás után. És tudod, én nem fekszem le éjjel az ágyamba, és nem tűnödöm azon, hogy hát most Isten akaratában vagyok, vagy nem. Hát remélem. Nem, én ezt soha nem teszem. Tudom, hogy Isten akaratában vagyok. Tudom, hogy hol kell lennem. És Istennek minden gyermeke számára ez elérhető. És meg kellene, hogy legyen ez a bizonyosság a szívében. Halleluja! Egy hely, a te saját helyed. És olvassuk tovább a 10. verset. És nem fogják többi az álnokságnak fiai nyomorgatni őt, mint annak előtte. Hadd olvassak egy másik fordítást. Azt mondja az Úr, hogy egy olyan helyet biztosítok be az én népem számára. Elplántálom őket, hogy legyen egy saját otthonuk. És soha többé ne zavarják őket. És a gonosz emberek nem fogják őket többé elnyomni, ahogy azt a kezdetek kezdetén tették. Mit jelent ez? Mit mond az ige, hogyha az embernek az útja az Úrnak a tetszésére van, akkor még az ő ellenségei is az ő jó akaróivá lesznek. Amikor te Isten tökéletes akaratának a kellős közepén vagy, amikor a tökéletesen a kellős közepén vagy Isten akaratának. Ez a védelem helye. Ez a gyarapodás helye. Az öröm helye. És az a gonosz nem illeti őt. Dicsőség Istennek. Semmi sem éri meg azt, hogy valamivel meghamisítsd ezt az egészet. Menjünk el Júdás könyvére az Új Szövetségben. Júdás könyve. A bőség helye az a hely, amit Isten már eleve elrendelt számodra, mielőtt megszülettél. Amikor az emberek újjászületnek, akkor ők csecsemők, és Isten ezt tudja. És ő nagyon kegyelmes. Nagyon sokszor, míg csecsemő vagy, az Úr vezet téged, nem is tudod, hogy vezet. Ő hordoz téged. És ő összekapcsol téged a megfelelő emberekkel, és elvisz téged a megfelelő helyre. És te nem is vagy ennek a tudatában. Mert egy csecsemő vagy. És az Úr hordoz téged. De hogy az idő múlik, és itt az idő, hogy felnőjél, és inkább tudatában legyél ennek, még inkább. És ahogy növekedsz, fogod tudni, hogy az Úr vezet téged valamerre, és visszautasíthatod ezt, megtagadhatod. És ilyenkor jönnek a problémák, amikor azt mondod, hogy ez nincs a szívemen. Hallottál-e már valakit azt mondani, hogy az Úr mondta nekem, hogy ezt megtegyem? És pár hónappal azután látod, hogy elmentek. Az Úr tényleg mondta nekik? Akkor mégis miért döntöttek így, hogy elmennek? Amikor az emberek azt mondják, hogy figyeld meg, az Úr mondta nekem. Pár hónappal, vagy pár héttel azután már nem csinálják, és az Úr biztos meggondolta magát. Gondolod? Vagy ő az az Isten, az Úristen, aki nem változik meg soha.
Ő nem változik, de az emberek megváltoznak. És így kerül neki az emberek a helyükről. A Biblia beszél arról, hogy amikor az emberek kikerülnek a helyükről, akkor megítéltetnek, és jön az ítélet. A Júdás levelében olvashatunk az angyalokról. A Júdás levelében. Tudod, hol a Júdás könyve? Elmész a Jelenések könyvére, és visszamész egyel. Ez egy fejezet. Csak. Hatos vers. Azt írja az ige. És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta. Egy másik fordítás azt mondja, nem tartották meg az első helyüket, hanem elhagyták azt. Valami mást láttak meg, és elhagyták azt a helyet, amit Isten adott nekik. És ez mindenbe került nekik. Hallottad-e már azt a mondást, hogy a fű mindig zöldebb a másiknak a kertjében? És az emberek így gondolkoznak, valami mást megtekintenek, és azt mondják, ez jól néz ki, lehet, hogy én is megpróbálom. Lehet, hogy megpróbálom. Jól néz ki. Volt egy ember, aki azt mondta nekem, hogy az Úr szólt, hogy azt mondta nekem, hogy én legyek evangélista, és neki feszült, és pár hétre rá meg fölhívott, és azt mondta, hogy azt hiszem, megpróbálom ezt a pásztorkodást. És azt mondtam, hogy tényleg? És azt mondta, igen. És kérdeztem, az Úr foglalkozott veled ezzel kapcsolatban, és azt mondta, á, nem tudom, de megpróbálom. És kérdeztem tőle, hogy kész vagy arra, hogy elkötelezd magadat, és úgy törődj azokkal az emberekkel, mint a saját családoddal? Mert te leszel az apukája annak a gyülekezetnek. És azt mondta, hát ezt nem is tudom. És azt mondta, kérdeztem tőle, hogy tényleg biztos vagy abban, hogy az Úr mondta neked? Azt mondta, á, nem tudom, de szerintem az Úr nem bánja, ha ezt megpróbálom. Ez nem így van. Kikerülni a helyedről, az nagyon súlyos következményekkel járhat. Mert amit teszel, az, hogy elhagytad a saját helyedet, és behatoltál egy másiknak a helyére. És egy olyan helyre hatoltál be, ahol nincs ott a kegyelem számodra. Az egyik módja annak, ahogy meg tudod határozni a te helyedet, az a te kegyelmed által van. Segít neked meghatározni azt, hogy hova illesz bele. A te kegyelmed, amit kaptál Istentől, a te ajándékaid, a kenetet, segít neked abban, hogy meg tud határozni, hogy hova illesz bele. Veheted a legtehetségesebb embereket, és kiveheted őket a helyükről, és megbénulnak. Nem használhatóak. Vegyünk csak egy hegesztőt, aki egész életében hegesztett, és lóg egy hatalmas épületen, és ott hegeszt valamit. Amikor ezt összehegeszti azt a dolgot, akkor soha nem kell azon
tűnődött vajon, hogy az a dolog egyszer szétesik-e vagy sem. Bármilyen anyag. Vegyünk egy idegsebészt, és ő az egyik legcsodálatosabb idegsebész a világon. Olyan sebészetet, olyan operációkat tud elvégezni, amit mások még, amihez mások még csak hozzá se tudnak nyúlni. Vegyük ki őket a helyükről, és cseréljük meg őket. Vegyük csak ezt a sebészt, és tegyük őt fel 30 emelet magasra, és tegyünk rá kesztyűket, és lógassuk őt az ég. A levegőben is magyarázd el neki, hogy ezt úgy kell összehegeszteni, hogy ezt tartson, mert ennyi tonna súly nehezedik majd erre a dologra. És azt kérdezte tőle, hogy tudod, hogy kell bekapcsolni ezt? És azt mondja, nem. Tudod, mi ez? Nem. Tudod, mit csinál ez? Nem. Akkor tudatlan vagy. Mit csinálsz itt a magasban? És ugye ez az orvos azt is mondhatná, hogy nem érzem magam, hogy ide illenék, mert nem tudok semmit. Akkor most vegyük ezt a hegesztőt. Tegyük őt be csak az orvos helyére, a műtőbe. Leborotválták az ember fejét, ugye meg kell műteni az agyát. És megkérdezik tőle, hogy doktor, melyik műszert adjam neked először a kezedbe? És azt mondja, egyiket se. És kérdezik tőle, hogy hol akarod kezdeni ugye a bevágást? És kérdezik tőle, tudod, mi ez a műszer, meg az a műszer, meg ez a kés, meg az a kés? Azt mondja, nem. Kérdezik, hogy hogyan fogsz belépni ugye a koponyába. Azt mondja, nem tudom. Nem tudom, ez sem. Ugye érezheti magát nagyon tudatlannak ez az ember. Haszontalan vagy, mit csinálsz itt? Mi itt a probléma? Tényleg haszontalan? Nem. Csak elment a helyéről. És amikor kimész a helyedről, akkor bizony haszontalannak fogod magad érezni. Ha kilépsz a helyedről, akkor kiléptél a kegyelemből. És ha kiléptél a kegyelemből, akkor majd jól az arcodra fogsz esni. Még egyszer elmondom, gondolkozz el ezen. Ha kilépsz a helyedről, kiléptél a kegyelmedből, a kegyelemből. Láttam embereket, akik próbáltak prédikálni, és nem volt elhívásuk. De az ő feleségük azt mondta, hogy prédikátorok. Ha? Komolyan mondom, és most épp előttem van egy illető. Egy olyan elhívásuk volt, hogy mindent meg tudtak szervezni, a szervezői képességeik, adottságaik voltak. Nagyon gyorsak voltak, okosak, nagyon jó voltak a számokkal, és olyan nagy segítségére voltak annak a bizonyos szolgálatnak. De aztán a feleség elkezdte mondani a férnek, hogy neked prédikálnod kellene, és mondta a férj, hát nem tudom, de bizony az vagy. Mert a feleség azt akarta, hogy valami legyen maguknak, valami szolgálat külön, ahelyett, hogy másnak kellene segíteniük. És aztán végül is meggyőzte a feleség a férjét, és elmentek, és egy lyukat hagytak maguk után abban a szolgálatban. És ugye ez a szolgálat pedig küszködött azért, mert elvesztették őket, és
kiléptek, és szenvedtek, és szenvedtek, próbáltak, és próbálkoztak, mindig kudarcot vallottak. Elmentek máshova, ott is próbálkoztak, ott is kudarcot vallottak. És nagyon frusztráltak voltak, mert nem volt ott a kegyelem, nem volt ott az kenet. Ez nagyon durva dolog, barátom. Az Isten, az emberek ilyenkor nagyon mérgesek lesznek Istenre is, vádolják Istent, és kérdezik tőle, hogy miért nem segítesz, miért nem akarsz nekem segíteni. Isten nem köteles neked segíteni, amikor a saját dolgaidat akarod csinálni. Mert kiléptél a helyedről. Vannak emberek, akiknek igenis megvan a saját szolgálatuk, és de nagyon sokkal nagyobb segítség lenne ez Krisztus teste számára, hogyha a segítő szolgálatban lennének. És valaki másnak segítenének. Hallottad? És ugyanakkor a Biblia beszél is arról, hogy ha hűséges vagy más embernek a dolgával, akkor Isten odaadja neked majd a sajátodat. És hogyha hűséges vagy, akkor lesz olyan idő, amikor Isten rád bíz majd ezt meg azt, hogy erre felügyelj és arra. És vannak emberek, akik félnek kilépni ezen a ponton, és éppen ezért nem kerülnek be az ő végső gazdag helyükre. Hogyha nem tiszteled Istent, és figyelmen kívül hagyod, és nem figyelsz oda rá, akkor bizony nem kerülsz be arra a helyre. Mondd ki hangosan, ez nem én vagyok. Én végigmegyek az úton. És beteljesítem azt, amire Isten elhívott. Megtalálom, és betöltöm az én bőséges helyemet. Amen. És ez nem egy este alatt, vagy egy hét alatt zajlik le ez az egész, hanem ezen kell maradnod, és Isten eljuttat téged arra a helyre. Ő juttat el oda. Otthon voltam Mississippi-ben, mielőtt elmentünk volna a Biblia iskolába. Éveken keresztül Phyllisnek és nekem nagyon fiatalok voltunk akkor, és nem volt semmilyen tapasztalatunk Isten dolgaiban, és egyet viszont tudtam, hogy közel húzottam Istenhez a mi kis lakókocsinkban. Egy este, amikor ott feküdtem az ágyamon, Isten elkezdett velem foglalkozni a pásztorkodással kapcsolatban. És annyira megijedtem tőle, hogy azt gondoltam, hogy hát ez most csak egy vicc lehet. Pásztor, én? És egész éjjel, éjszaka fönt voltam, és Isten foglalkozott velem, és én azt hittem, hogy egyből másnap el kell kezdenem ezt a szolgálatot. És én nem voltam hajlandó. És azt mondtam, hogy Uram, nem! Biztos vagy ebben? Végezetül sokat küzdködtem ezzel, és Isten szólt hozzám, és azt mondta, hogy ne aggódj e felől. Mire oda kerül a sor, addigra felkészítelek téged. És nem történt meg ez, csak 2 évvel ezelőtt kezdtük el ezt a munkát. És amikor az történt, az körülbelül 30 éve volt. És mire eljutottunk oda, addigra Isten felkészített minket. Nagyon sok dolog történhet 25-30 év alatt. Amikor az Úr elkezd veled foglalkozni valamivel kapcsolatban, akkor ne rémülj meg.
És azt kérdezed, hogy ezt meg tudom tenni? Nem, egyedül nem tudod megtenni, de ő veled van. És néha kapsz betekintést, bepillantást a jövőbe, de mire elkerülsz, vagy eljutsz oda, addigra Isten felkészít téged. Ha őt követed, akkor fel leszel készülve. Nagyon jól leszel felkészülve. Menjünk el Ézsaiás könyvére. Ezek az angyalok nem tartották meg azt a helyet, amit Isten adott nekik. Kiléptek onnan, kiugrottak, és ezért megítélte őket Isten. Ézsaiás 14. Valaki más is kikerült az ő helyéről. És itt olvashatsz erről. A 12-es versben azt írja az ige. Miként estél alá az égről, fényes csillag, hajnal fia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondád szívedben, az égbe megyek fel. Én az Isten csillagai fölé helyezem ülő székemet, és én lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Én felibük hágok a magas felhőknek, és én hasonló leszek a magasságoshoz. Miről beszél itt? Arról beszél, hogy kilép a helyéről? Kimozdul? Kilépett a helyéről? És mi történt a 15-ös vers? Mit mondott neki az Úr? Pedig a sírba szállsz alá, vagyis a pokolba. Oda mész. A sírgödör mélységébe. Kikerült a helyéről. Isten az ő tette az ördögöt ördöggé. Nem mindig volt olyan az ördög, amilyen most. Ő volt a felkent kerub. Volt egy helye Isten az Úrnak a dolgaiban. Egy dicsőséges helye volt. De ez nem volt számára elegendő. Isten jelenlétében volt. Isten használta őt. De ez nem volt számára elegendő. Nem, azt mondta, nem, én olyan leszek, mint maga a magasságos. Nem leszek alatta. Olyan leszek, mint ő maga. És én majd az én trónomat fölé helyezem. És én magamat felmagasztalom. Nem olyan leszek, mint ő, és kihívom őt. És azt mondta neki Isten, nem, ezt nem teszed. Nem lemész, hanem nem fölmész, hanem le. Hányan tudjátok, hogy a felmagasztalás nem keletről és nyugatról jön, hanem az Úrtól? Ugye? És nem szabad kikerülned a helyedről, afelé, afölé menned, amit Isten mondott neked. Azt túllépned. Abban kell dicsőségesnek lenned, amire Isten elhívott téged. Ugye? Azt kell magasztalnod, azt a helyet, azt a hivatalt, amibe Isten téged állított. Ugyanúgy, ahogy Pál mondta. Ahogy előbb beszéltem nektek arról az illetőről, nagyon boldog volt a segítő szolgálatban. Isten használta őket. Olyan hatalmas áldás voltak. És maradtak volna, hogyha a helyükön maradtak volna, de elkezdtek magukban gondolkozni, és azt mondták, áll, nekünk nem kell másnak segíteni. Mi majd a saját dolgunkat fogjuk csinálni. Nagy szárnyaink lesznek, és majd mi leszünk a főnökök. Meg tudjuk tenni, nem, hogyha nem Isten mondta neked, hogy megtedd. Amit ilyenkor tenni tudsz, az, hogy elesel, és az arcodra esel, és kudarcot vallasz.
Mindannyian benne vagyunk a segítő szolgálatban. Ugye? A Szent Szellem is maga a segítő. Ha ő a segítő, akkor neked miért kell fuldokolnod, hogyha azt a szót hallod, hogy te is egy segítő vagy? Ugye? Mindannyian benne vagyunk a segítő szolgálatban. Az Úr Jézusnak, a gyülekezet fejének, mert ez az ő dolga. Mi őt segítjük, mindannyian. Mikor elkezdtük a szolgálatot, így imádkoztam, hogy Uram, tegyél minket arra a helyre, ahol a legnagyobb segítség tudunk lenni. És hogy a legnagyobb dolgokat tudjuk elvégezni a Isten királysága számára. Úgy, ahogy az a te tetszésedre van. Oda tegyél minket, ez nem azt jelenti, hogy olyan helyünk lesz, ahová ki lesz írva a nevünk, hogy ezt mi csináljuk. Hanem kérdeztem az Urat, hogy hol van az a hely, ahol a legjobbat tudjuk megtenni, érted, és a legtöbbet. Hogyha te ezt szívedből így érzed, és így gondolod, Isten eljuttat téged, és behelyez a megfelelő helyre. És hányan értitek, hogy a legtöbb ember Krisztus testében az nem a beszélő, vagy a szónoki ajándékot kapta Istentől. És a legtöbb ember nem fog állni a gyülekezet élén, mint a gyülekezet vezetője. A legtöbb ember egy másik szolgálatot fog betölteni, ugye? Ez azt jelenteni, hogy abban kevésbé, az a szolgálat kevésbé tisztelt? Nem, nincs abban kevesebb tisztelet abban a szolgálatban. De ha azt fogod gondolni, hogy nem, én majd az én magam kis dolgát fogom tenni. Ezt én is meg tudom tenni. Emlékszem rá, hogy a Réma Biblia iskolában én voltam az instruktor az egyik osztályban, és az osztály végén az embereknek fel kellett állniuk, és egy kicsit prédikálni kellett nekik. És mi pedig kritizáltuk őket. És volt egy valaki, aki nem készült föl, és kiállt a szószékhez, és egy óránk volt, hogy stoppoltuk, hogy meddig beszél. És elkezdtük ugye elkezdtük stoppolni, és elkezdett prédikálni, és valami igazán lényegeset kellett volna mondani a pár perc alatt, és be kellett volna fejeznie egy pár percen belül. Felállt, és azt mondta, hogy felállt prédikálni, és azt mondta, lapozz ide meg ide. És aztán azt mondta, hogy akkor oda lapozott mindenki? Igen, akkor lapozzunk oda. Húha, ez nagyon nehéz. És csak is ezt mondta végig 10 percen keresztül. Hogy ez ilyen nehéz. Nem tudtam, hogy ez ilyen nehéz. Ez ilyen nehéz. És amikor rám nézett, hogy hallja a kritikát, azt mondtam neki, hogy hát nem volt az a legcsodálatosabb prédikáció. És azt mondta, hogy én csak láttam titeket, hogy fölálltok és beszéltek, és olyan könnyűnek tűnt ez számomra. És azt gondolta, hogy majd csak kiáll, és nem is készül. Nem így van, hogyha valami olyat próbálsz megtenni, amire nincs elhívásod, és nincs ott a kenet, és nincs ott a kegyelem, soha ne nézz másokra. Emlékszem rá, hogy mikor az utazó szolgálatban voltunk, akkor az egyik gyülekezetben azt mondta nekünk
a pásztor, hogy hát aztán, ti aztán igazán elvagytok, ugye, nektek van a legjobb szolgálatotok, más dolgotok nincs, csak utazgattok, és jó kis éttermekben estek, és nagyon szép hotelekben maradtok. Ó, nektek aztán nagyon jó sorotok van. És aztán, hogyha beszélsz az utazó szolgálatokkal, szolgálókkal, azt mondják, ó, azt kívánom, bárcsak a saját házamban aludhatnék, az én saját ágyamban. És azt mondják ezek az utazó szolgálók, hogy ó, ti pásztorok, nektek aztán igazán jó dolgotok van. Mert nektek mindig állandóan kapjátok a fizetést. Nektek vannak emberek, akik szeretnek titeket, akik ismernek titeket. Mi csak pedig az egyik helyről megyünk a másikra, utazunk. Bárki gondolhatja azt, hogy a fű zöldebb a másik kertjében. De nem az. Hol zöld a te füved, a te bőséges helyeden? Ott a legzöldebb a te füved. Az a hely, ahol neked lenned kell, amit neked tenned kell, soha ne helyezd a te szemed másra, és az ő dolgukra azt gondolván, hogy az jobb, nem, te abban dicsőülsz meg, és abban kapod, abban vagy dicsőséges, amit Istentől kaptál. És ott a te gyarapodásod, ott a te áldásod, a te beteljesedésed. És ott maradsz, ahová Isten helyezett téged. Addig, mindaddig, amíg Isten mást nem mond neked. Nem engeded, hogy bármi is kimozdítson. Nem engeded, hogy bármi is megrázzon téged. Jézus nevében. Mondd ki hangosan, hogy a helyemen maradok. Nem kerülök ki a helyemről. Be fogjuk fejezni, de előtte menjünk el az 1 Korintusi levél 12. fejezetére. Ma lefektetjük az alapokat. Korintus 12, 18-as vers. Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, amint akarta. Amint ő akarta. A Krisztus testét egy emberi testhez hasonlítja. Hányan tudjátok, hogy a fül oda, arra a helyre illik, ahol a fülnek a helye van? Csak egyetlen hely van ilyen. Mi lenne akkor, hogyha a kéz azt mondaná, hogy már elegem van ebből, hogy mindig csak kéz vagyok, és mindig csak ezt csinálom a kézzel, a kézzel dolgozom reggel, este, délbe. Már elegem van abból, hogy csak kéz vagyok. És azt mondja a láb, hogy te azt gondolod, hogy neked nehéz a dolgod? Neked nem kell ezt az egész testet viselned. És akkor azt mondják, hogy akkor cseréljünk. Gyerünk, cseréljünk. Azt mondja a kéz, hát én inkább szeretnék láb lenni, a láb azt mondja, én inkább szeretnék kéz lenni. Hányan tudjátok, hogy nagyon nagy probléma ez így? Hogy próbálod a hajadat megfésülni a lábaddal. És megpróbálod megmosni a fogadat, meg írni a te lábaddal. Hogyha a te kezed... nek kellene a te egész testedet fenntartani, akkor el is törhet akár, az ujjaid is eltörhetnek, úgyhogy ez nagyon nagy probléma így. Csak
Csak egy hely van, ahová a bal fül beilleszkedhet, és ahova illik. Az a te fejednek az oldalán van. Amikor a fül azt mondaná, hogy én már elegem van abból, hogy nekem csak hallani kell, és mindig csak hallok, a szemnek van igazán jó dolga. Egy fülből soha nem lesz jó szem, oda illesztheted, beteheted oda a szemnek a helyére, és tehetsz rá akár mű szempillákat is, és tehetsz rá szemüveget is, de soha nem lesz belőle egy rendes szem. Soha. Mert az egy fül. Az vagy, aki vagy, és ami vagy. És legyél az, aki vagy. És vegyél dicsőséget, és legyél dicsőséges abban, aki vagy. Ne lépj bele, és ne hatolj bele másnak a hivatalába. Ne próbálj meg valaki más lenni. Tiszteld a többi testrészt, és mondd azt, hogy nézd azt a szemet, micsoda, milyen csodálatos az a szem. De én nem fogom magamat kisebb rendűnek érezni azért, mert nem egy szem vagyok, hanem egy fül vagyok. Én is vagyok valaki. Hányan tudjátok, hogy mindannyian a testben vagyunk valakik? Isten teremtett minket, és Isten úgy helyezett el minket a testben, ahogy az az ő tetszésére volt. Istentől elrendelt helyünk van, ahova beillünk, ahol működünk, ahol sok gyümölcsöt termünk, ami bőséges, gyarapodó helyünk. Dicsőség Istennek! Álljatok fel!